Most pedig megyünk a Balaton partjára, mert ameddig lesz nyár, a magyar ember tuti, hogy fog a Balatonról beszélni, arról álmodozni. Lesznek, akik szidják a lehúzást és pokolba kívánják az árakat, s vannak, akiknek a Balaton az örök, a sosem múló szerelem. Mert hogyha Balaton, akkor cimmerferi, fokhagymás, lángos és hek, persze kovászos uborkával, de ma már messze nem csak ez, ugyanis az NDK-s csajok és a parton bicikliző kukorica árusok kora lassan a múlté. Török Réka most bemutatja a Balaton másik arcát, azt, ahol valóban minőségi a vendéglátás, és ahol valóban a vendég a legelső. Olyan nagy dolog ez az egész gasztronómia. Mi kell hozzá? Nagyon kitűnő alapanyag. Jó alapanyagból lehet rosszat főzni, de a rosszból soha nem lehet jót. Tehát alapanyag, tűz, azaz a szakács kreativitása, és ez nem volt meg, és mára megvan, igényes vendég. Na, a híres pörc. Ez tényleg isteni. Az igazi érték az az, amit a családom képvisel, és ami Magyarországon nagyon ritka, hogy 5 generáció óta egy család ezzel foglalkozik. Tulajdonképpen 82-ben nyitottam ezt a büfét, azóta egy kicsit átalakítottunk rajta, de lényeges változás, hát van tulajdonképpen, hát nem is tudom ezt, hogy mondjam neked, figyelj, hogy nem bonyolultjuk mi ezt túl, ezt az egészet. Édesapám borász, helyi Badacsonyból származom, és gyakorlatilag az étterem italkínálatának az alapját ugye saját termesztésű borokkal készítjük, tonikot készítünk, rengeteg alapanyag jön a saját családi kis mikrogazdaságunkból. Kialakult egyfajta méltóság, tehát nem akarnak durván becsapni, vagy legalábbis nagyon kevés helyen. Ezeket a helyeket mind garantálom. Három teljesen más stílusú étterem, egy valamiben mégis ugyanolyanok. Mind a három családi vállalkozás, mind a hármat szívvel, lélekkel csinálják, és mind a háromban helyi, minőségi alapanyagokkal dolgoznak. Ha Balaton, akkor általában mi az első, ami eszünkbe jut? Hek, lángos, na meg persze a lehúzás. Most viszont szeretném megmutatni önöknek a Balaton egy teljesen másik arcát, amiben ugyan van hek, sőt még lángos is, de mellette elképesztően kreatív séfek, helyi, fantasztikus saját készítésű alapanyagok, mesebeli kilátás, egy valóságos gasztronómiai utazás, olyan kulináris élmény, amely 10-20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt a tóparton. Most arra bátran ki lehet jelenteni, hogy a régi retro millióból feltámadva a Zimmerfrei és a Becsali csárdák helyett valódi élményt kap az, aki az igényes helyeket keresi. 10-szer jelenik meg a Balatoni Gastroguide, és ez alatt a 10 év alatt tulajdonképpen átéltünk mindent. A Balaton régi nyarakon, lángos, kínai lángosporból, a hek, a fej nélküli hal, amit még senki nem látott, a koviubű, amit kitettek a különféle hurkák mellé, cimmerferi, a cimmerfrei táblákkal ugye álltak az utakon. Így kezdődött a Becsali csárdák, piroska, puszta, paprika, ahol százas étlapok voltak, és ahol a keletnémet turisták brassóit akartak enni, és rizibizit. Tehát megvolt, főleg ugye, ha visszább megyünk a régi időkben, megvolt az egész retro korszak, ami ez természetesen a fáradt olaj, amiben sütötték a keszeget, épp úgy hozzátartozott, mint a klotnadrág. Ez még mond valamit? Nekem nem. Egy fekete, ronda úszónadrág volt itt, a kollégák nevetnek, úgyhogy ők ismerték. Tehát ennek a Balatonnak megvoltak a maga árnyoldalai,
De ez volt a fiatalság, ez volt a gyerekkor, és valahogy hozzátartozott a itteni élethez. Vinkó Józseffel a balatonszemesi András büfé teraszán ülnénk le beszélgetni, de az idő nem kedvezett nekünk. Ő azt mondja, hogy a gasztronómiában ma tényleg magára vethet az, aki rosszat rossz helyen eszik, és mindezért még sokat is fizet. Mint mondja, az egynyaras úgynevezett lehúzós éttermek mára már kihullottak, és egyfajta korrektség uralkodik a Balaton körül. Mindenki szeretne valami jót és maradandót alkotni, ezzel persze nem azt mondja, hogy nincs szükség a piros kockás vendéglőkre és a büfékre, mert igenis van, de a kínai lángosporból készült lángos helyett ma már tényleg csak azok a büfék maradnak talpon, akik nagyon jó lángos sütnek, és nem a megfáradt olajban készítik a halat vagy a rántott húst. Hogy mitől lesz jó egy étterem? Például attól, hogy a legtöbb igazán különleges hely már nem csak étteremként funkcionál, hanem kisboltként is, vagy például attól, hogy szinte minden létező alapanyagot saját maguk termelnek, készítenek. Minden, ami a pörcben van, annak múltja és történelme van. A balatonkenesei pörcbisztróba belépve egy nagyon modern hentesnél találja magát az ember. Kolbászok, húsok, sajtok, sonkák mindenhol. Kocsis Jenő 130 éves múltra visszatekintő hentes családban nőtt fel, ő az ötödik generáció. Őket úgy hívták annak idején, hogy tőkelegények. Ők voltak, akik valójában értékesítettek a végén, tehát a folyamat végén nem bontottak, stb., hanem ők értékesítettek. A húsiparban ez egy óriási megtiszteltetés volt. És látod, ők is milyen elegánsan voltak. Olyan ízeket kap az ember, amit sokan, főleg az idősebbek megkönnyeznek. És ez óriási dolog, amikor mondjuk egy 80 pluszos hölgy ideáll, és megkóstolja, mert ugye kóstoltatunk, és megkóstolja, és könny szökik a szemébe, és azt mondja, hogy úristen, édesanyám adott utoljára ilyet. Na ez a lényeg. Nem használunk semmilyen ízfokozót, semmilyen tartósítószert, semmilyen dolgot, ami nem való bele ezekbe a termékekbe. Tehát úgy, ahogy azt régen kitalálták annak idején, hús, fűszerek, füst, ennyi. Nem kell más hozzá. Lélek. Már az András büfében vagyunk Balatonszemesen. Vince András 32 évesen 40 évvel ezelőtt nyitotta a helyet, és azóta tényleg semmi nem változott. Ebből is látszik, hogy nem feltétlenül kellenek ide hatalmas újítások és modern elképzelések, a régi retro is tud igazán jól működni, feltéve, ha azt olyan jól csinálják, mint Andrásék. Mi minden halat tulajdonképpen, hát ha azt mondom, hogy 7-8-szor vettem a kezembe addig, amíg én ezt csináltam, akkor nem mondok sokat. András azért beszél múlt időben, mert pár évvel ezelőtt a fia Attila átvette az irányítást az üzlet felett. Mint mondja, ő már csak mint egy reklámarc üldögél a pult mellett és beszélget a régi vendégeivel. Te a gyerekkorodban hogy emlékszel vissza erre a helyre? Nagyjából ugyanilyen volt? Totál ilyen. Teljesen? Totál ilyen volt. Teljesen. Jó, a zöld lábazat az nem változik, meg nagyon sok minden van, ami örök. Akkor édesapa azt szerette volna, hogy könyvelő legyen belőlem. Hát az nem lett, helyette átvettem az ő helyét. A 41 év alatt egyetlen egy változás azért történt. András édesanyja a túrós palacsintában mindig tett mazsolát, ezért hosszú éveken keresztül András is így csinálta. Amikor egy szép nyári délelőtt az akkor 7 éves fia megszólalt, na majd, ha én leszek a főnök, nem lesz mazsola a palacsintában. András akkor csak legyintett és röhögött, aztán 23 évvel később tényleg a fia Attila lett a főnök, és hát valóban nincs mazsola a túrós palacsintában. A mai étlapunkon szerepelni fognak erdei gombák, nagyon szép erdei gombákat kaptunk. Erdei gyümölcsökkel, ez lesz egy ilyen hideg előétel, aztán készítettünk egy marhakonszomét, aztán ezt követő meleg előétel lesz az egy buzarizottó, céklákkal és kecskesajttal, ezt követően egy szürke harcsafilét fogunk adni, a szürke harcsafilé után pedig egy mangalica karajt, lecsóval, burgonyákkal. Ez nem a klasszikus formában kell elképzelni, hanem lesz azért benne egy kis csavar, és utána pedig egy gyönyörű mána és túró kombinációja egy kis pollennal és mézzel. Jó, de jó, hanzik.
Ha valakinek megtetszene ez a menüsor, el kell árulnom, hogy ez sajnos csak ma lehetett megkóstolni, mert hogy minden egyes nap új étlapot állít össze András a séf. Itt kétszer biztosan nem lehet találkozni ugyanazzal a fogással, még annak sem, aki évek óta visszajáró vendég. Szigligeti étterem következő célja egy földbe süllyesztett kert megvalósítása, azért, hogy télen is saját alapanyagokból dolgozhassanak. Minden növényt fagyhatár alá ültetnek, így túlélik a hideget, így az őszi időszaktól kezdve nem vásárolnak primör zöldségeket, hanem a saját kertjükből lesavanyított, télire eltett zöldségekből tudnak gazdálkodni. Minden nap jobbnak kell lenni. Tehát a következő legelső célunk az, hogy az egyik nap után mindig jobb legyen a másik. És ez azt gondolom, hogy ez körbelengi az egész milliót. Az ötletek soha nem fogynak el. A megvalósításon kell mindig dolgozni, hogy az jó legyen. A minőséget mind az ételekben, mind a szervizben úgy tudják tartani, hogy egyszerre egy estére csak annyi asztalt vállalnak, amennyit biztonsággal ki tudnak szolgálni. Ezért a villakabalába jóval előre asztalt kell foglalni. A nyári időszakban csak vacsora van náluk, amire kétféle degustációs menüvel készülnek. Télen viszont ebédre és vacsorára is várják a vendégeket. Azt látják, hogy a balatoni gasztroforradalom azt is eredményezi, hogy sokan már nem csak nyáron szeretnek a tóparton pihenni, hanem télen is szívesen keresik az ingyenségeket. Itt akkor minden saját, ugye? Igen, egy ilyen pici vitrin nevű shopot kialakítottunk itt a bejáratnál, mivel ugye a Borász család lévén magunk készítjük a borainknak a 100%-át tulajdonképpen. Ezeket mindegyiket meg is lehet vásárolni. Ki is tettük őket ide a falra, illetve hát próbálunk olyan termékeket az étterem itallapjára tenni, ami abszolút saját készítésű. Van nekünk egy signature italunk, ez a bodzapesgő, ez is a mi találmányunk, főzünk saját magunknak sört, készítünk egy picit különlegességet, ez egy saját tonik, ami nem tartalmaz finomított cukrot, hanem ugye a Borász család révén mi az édesítést a szőlősűrítménnyel végezzük, úgyhogy abszolút egészséges. Van egy levendulás pezsgőnk, pörkölünk magunknak kávét. Most már tényleg nem csak a hekről és a lángosról szól. Én nem mondom, jó a hek és a lángos, hogyha jól van elkészítve, de a Balatonnak most már tényleg lett igazi gasztronómiája. Fantasztikus helyeken jártunk ma, nagyon sajnálom, hogy többre nem jutott időnk, de keressenek bátran, higgyék el, tényleg igazi gyöngyszemeket fognak találni. A heti naplóban Török Réka riportját látták.